Szegeden második alkalommal nyitották meg a Margaréta utcai ivóvíztisztító telepet, ez az egyik a városban található ötből. Folyamatosan érkeztek a csoportok, hogy megtudják, hogyan történik a 180 méter mélyről érkező víztisztítása. Az arzén és az ammónia eltávolítása után a klórszármazékokat szűrik ki, végül UV-sugárral fertőtlenítenek. A résztvevők nyers és tisztított formában kóstolhatták meg a vizet. A nyers az rossz ízű volt. Milyen volt a másik? Jó. Az finom volt. Szoktatok vizet inni? Igen. Sokat. Valami kicsi különbség van. Hát érzik azt, hogy a nyers még egy kicsit olyan, nem tudom, milyen íze van neki ez a kis. A másik, amíg tisztított, az viszont jó. Két éve új, modern ivóvíztisztító technológiát alkalmaznak a szegedi vízműnél. Beindulásával azonban városszerte vízminőségi problémákat tapasztalnak, főként Szűregen, Új-Szegeden és Subasán volt sárgás, büdös a folyadék. Lassan 3 éve került hozzánk a technológia, de hát még mindig van mit rajta javítani, fejleszteni, mert bizony vannak másodlagos vízminőségi problémáink a városban. Talán segíthet ezen majd az, hogy a szűrőtölteteket idén ki fogjuk cserélni. Ez a nyár folyamán meg fog történni. Én azt gondolom, azt remélem, hogy jelentősen javulni fog a vízminőség ezáltal. A világnapon a 20. század olajának emlegetett víz fontosságára hívják fel a figyelmet, mert modern, pazarló világunkban a vízkészlet mennyisége nem, de minősége folyamatosan változik.